Folytatódik a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából elindított sorozatunk, és a mai adásunkban 1956 lesz a téma. Igen, eljutottunk egy olyan korszakig, amikor már azt mondta a magyar lakosság, hogy elég volt. Ebből adódóan aztán ugye, az 1956-os forradalom és szabadságharc tört ki. Ezt úgy szoktuk mondani, és sokan is így mondják, hogy ez világrengető volt. Miért? Azért, mert az a szovjet hadsereg, aki lehengerelte Ázsiát, Kelet-Európát, Közép-Európát óriási nagy létszámmal, az nyerte meg ugye a második világháború. Hát ezzel szembeszállni senki nem mert. Mindenki félt tőle. Egyes egyedül a magyar nép volt, aki felemelte szavát, és tettre kész volt. A csillag lehult. Ez a címe annak a könyvnek, pontosabban egy kiadványunk, ahol Fejér megyének a településeiben leírják, hogy hol, mik történtek ez alatt a forradalom időszaka alatt. Ebben a könyvben le van írva az is, amit az előzőekben Császár Istvánról adtam elő, akit aztán halálra ítéltek, mint kulákot. Kérem szépen, a csillag lehult. 1956. október 23-ától kezdődően leverték a csillagokat a középületeknek a homlokzatáról. Én magam is akkor csillagász voltam, így szoktuk röviden kifejezni. A forradalom lángra kapott. Nagyon sokáig és hirtelenül föllángolva az egész országot behálozta. Ugyan nehéz volt megtudtatni a lakosságával, hogy mi történik Budapesten, ahol kirobbant a forradalom, ami egyébként egy rendes tüntetésnek indult, mert a rádióban nem engedték, hogy bemondják ezt. Ugye a rádiónál volt egy tűzharc, aminek az lett volna a célja előtte, hogy nem tűzharc legyen, hanem beolvasni azt a 16 pontot, hogy abban a néprádióban, ami nem mindenkinek volt, de kitették az ablakba, hallani lehessen, hogy mi történik Budapesten. Ettől függetlenül vidéken is voltak megmatulások, forradalom, egyesített és különféle létszám, vagy különféle számú kiáltványok voltak, 16 pont, 18 volt, alapvetően mindenki egyet akart, a legfontosabbak voltak, hogy szűnjen meg a kötelezők az a mezőgazdasági termékek beszolgáltatása, szűnjen meg az AVH, ezek meg is szűntek, menjenek ki az oroszok, hát ezek nem mentek ki. Illetve aztán mégiscsak volt egy időszak, amikor úgy látták, hogy őket ki kell vonni. A szovjet hadsereg belátta, hogy Budapesten az ő katonáik nem tudnak eredményt elérni, mert átálltak nagyon sokan, azokat le kellett cserélni. És aztán 28-án, október 28-án, 30-án elkezdtek kifelé vonulni. Igen ám, de jöttek szembe is. Nagyon sok katona árasztotta el akkor az országot. Mindjárt arra térnék rá, most a forradalmat nem mondanám, mert nagyon sok lehetőség kínálkozna erre, hogy elmondjam, de inkább azt a részét, ami ezt követően történt Magyarországon. November 4-én indult el az országot megszálló szovjet csapatok támadása, ami ösztűz volt vasárnap hajnalba. November 4-e, ez a vérbefolytás napja, így mondhatjuk, a szószoros értelmében. Fehérvári esemény is történt, amikor szinte a lelőtt katonák vérbe, teába és kávéba fürödtek, mert így bántak el velünk. És az ország valamennyi részében egyszerre történt a forgószél nevű támadás. Itt van egy térkép, ami azt mondja, hogy november 4-e és 11-e között a szovjet csapatok működési körzete a forgószél hadműveletbe. Ebbe a forgószél irányába én is beleestem, mert ugye Románián keresztül vonultattak be autóval fiatal katonákat Budapest felé, itt Szolnokon keresztül, és ebbe a környezetben laktam én, ahol láttam, hogy ezeket a fiatal katonákat, 17 évesek alig voltak, vagy 18, de nem voltak 20 évesek. Ezek mongol képűek voltak, hozták be és vitték oda. Nem tudták, hogy hová viszik. Suezt emlegették nekik. Vizet láttak, egy folyót, azt hitték, hogy ott vannak. Nagyon nagy harcok voltak Budapesten és vidéki városokban, és szinte letarolták, vérbe folytották az országot.
sortüzek voltak nagyon sok helyen. Kérem szépen, itt van egy térkép, a Magyarországon lévő sortüzek. Helységnevekkel megnevezve, dátum alatta, hogy mikor, mi történt. Ez már javarészt a forradalom vérbefolytása után időszakban is volt. Ugye Moson-Magyaróvár, Salgótarján a legnagyobb áldozatokat, több száz, száznál több áldozat esett ezeknek a sortüzeknek. Forradalom és szabadságharcnak nevezzük. A forradalom 1956. október 28-áig szép lassan győzött. 28-án már Nagy Imre is délután kénytelen volt azt mondani, hogy vonuljanak ki a szovjet. Előtte nem merte mondani, ezt elmondta egyik bajtársunknak, hogy ő majd csak akkor intézkedik, hogyha Moszkvából engedélyt kap rá. Nem. Kérem szépen, 28-án már délután, 29-én győzött a forradalom. És mikor lett belőle szabadságharc? Amikor a vérbefolytás elkezdődött, az addig szabadságunkat kellett megvédeni, kellett volna megvédeni. Tehát szabadságharc volt. A Korvin közben volt a legnagyobb ütközet Budapesten, de ezt követően ugye őnekik onnan söpörni kellett, hogy úgy mondjam, más helyszínekre. 11-ig, 18-ig nem tették le a fegyvert, ugye Pongrácz Gergely leírja, és akkor már kénytelenek voltak feladni, mert kívülről, tehát a fővároson kívüli helyről nehéz fegyverekkel nem tudták felvenni a harcot. Befejeződött a szabadságharc. És hát azért volt ennek valami hatása, eredménye. Ugye az előbb említett három dolog, hogy mi szűnjön meg, ugye megszüntették az államvédelmi hatóságot. Ugye 30-ával, november 30-ával megszüntették az államvédelmi hatóságot, feloszlatták úgymond. Na de kik lettek belőle? Kérem szépen a pufajkások. Kik voltak ezek a pufajkások? Ez egy érdekes kifejezés, maga a pufajka az egy vata kabát, vata nadrág, ezt nevezték pufajkának, és ezek a AVH-ból átvedlett pufajkába öltözött emberek voltak a pufajkások, akik, hogy úgy mondjam, védték azt, amivel leverték és vérbefolytották a forradalmat. Nem engedték, 3-4-es csoportokba jártak a városokba. Nem engedték, hogyha 4-5 ember csoportosul valahol az utcán, beszélget, azokat szétzavarták. Föl voltak fegyverezve gumibottal, kézigránáttal, kézifegyverrel, hogy ha valami készülődik, vagy történik, ők, mint a pufajkások, hogy úgymond rendet teremtsenek. Tehát ők voltak az elsők, akik fegyveresen is tovább vitték a szocializmust, a kommunizmust, és taposták tovább azt az utat, amit korábban úgy mondtak, hogy a szovjet csapatok azért vannak itt, hogy vigyázzanak ránk, nehogy letérjünk a lenini útról. Nos, ezek a pufajkások, Münich Ferenc volt a akkori fegyveres erőknek a parancsnoka, nem csak a pufajkások, hanem a rendőrség is hozzátartozott. És aztán később hozták létre a belső karhatalmat. A belső karhatalom, ez tulajdonképpen a korábbi AVH, kék AVH-nak volt az utódja, hogy így mondjam, nem úgy nevezték, persze, hogy nem, és nem volt külön hatóság, hanem a rendőrség, a belügyminisztériumhoz tartozó belső karhatalom volt. Hát alapvetően ugyanazt a feladatot látták el, noha már nem olyan vérengzéssel, hanem inkább az előbb említett rend fenntartása érdekében. És akkor a pufajkásokból lettek karhatalmisták, ugye a belső karhatalom, akik ezt a dolgot még tovább is fejlesztették, mert egy időszak után aztán létrejött egy újabb hadsereg, a párt hadserege, a munkásőrség. És akkor oda szivárogtak át, illetve egy részük, nagy részük ezekből a AVH-ból, karhatalmistából vált belügyminisztériumi nyomozók lettek. Ezek lettek sajnos a mi nyomozóink. Történt egy olyan eset is, de még ez ugye a forradalom időszaka alatt volt, hogy
a Kossuth téren a parlament előtt volt egy sortűz. A Kéri Edit és az Erzsébet raptársa leírták ezt, hogy kik lőttek a Kossuth téren 56-ba. Ugye az akkori létszámot ott hirtelen 120 személyre tagsálták, de aztán ugye az Edit kihozta, hogy 6-800 is kellett, mert ugye ő megkereste azokat a helyeket, ahol a zsákokat összeszállították, odaszállították erre a helyszínre. Dokumentum értékű dolog. Életfogytiglan Kopácsi Sándor leírta. Ő a Nagy Imre perbe benne szerepelt. Nehéz dolga volt, nem mondom, ő volt a Nagy Budapesti Munkástanácsnak az elnöke, és a munkás tanácsok azért ugye nem csak Budapesten, hanem más helyen is voltak, és ezzel a sortűzzel azokat a munkástanácsokat szétverték, és ebbe belekerült a lakosság is. A forradalom és szabadságharc után ugye elindult egyfajta megtorlási akció. Ugye ebbe akit lehetett belevittek, ha nem is volt neki konkrétum megfogható és bizonyítható dolog, de ha Ferdén nézett és valaki a pártagok közül nem egészen jó szémmel megtorlás alá került. Ez a könyv Zeher János bajtársunk, aki dunaújvárosi kutató volt, írta le a megtorlásnak a jegyzőkönyveit. Dunaújvárosi viszonylatban elsősorban, ami arról szólt, hogy egy csoport, mert ugye csoportra osztották, hogy mit tudom én, Dunaújvárosba megtámadták a laktanyát, azok hányan voltak, és akkor erről készült bírósági jegyzőkönyvek szerepelnek ebbe. Több csoportnak a jegyzőkönyve is. Aztán olyan is, hogy ugye akik nem kerültek ilyen bírósági eljárás alá, azok megfigyelés alatt voltak, és hogy a párt emberei felállítottak egy komoly listát, és figyelték, hogy ki milyen munkakörülmények között él tovább. Nem tudtak ugyan valamit rábizonyítani, de azt mondták, hogy ennek a munkakörülményeit rosszabbá kell tenni, mert ez szimpatizálta a forradalmárokkal. Egy komoly tárgyalás volt a kommunista párt, akkor már MSZNP volt részéről, hogy ezeket az embereket más kategóriába sorolják be. Nyilván tartották azokat is, akik, hogy úgy mondjam, diszidáltak, tehát kénytelnek voltak elhagyni Magyarországot. Tudjuk nagyon jó, hogy kb. 200 ezer ember kényszerült elhagyni Magyarországot, mert ha itt marad, akkor nem marad életbe, vagy hát komoly büntetést fog kapni. Tehát a megtorlás egy része leírásra került. Hát kérem szépen, 301, itt van egy elszakadt kötér, ez a 301, ugye a Budapesti új köztemetőnek a 301-es parcellája, itt van a temetőnek a térképe, itt van a főbejárat, és ott van a 301-es parcella a legsarkába. Innen az út gyalog 4 kilométer. Mi gyakran elmegyünk oda, ugye említettem a múltkor, hogy a 301-es parcella mellett van a 298-as, ahol a 56 előtti kivégzetteknek van. Ez egy kópjafa erdő, és ebben vannak eltemetve, elhantolva azok, akiket kivégeztek 1956 után, illetve hát már 56. december elején is például a Szabó bácsi kivégzésével kezdődött, ő a szénatéri parancsnok volt. Azokat szállították el oda. Most ugye leírások vannak ebben a könyvben, hogy a kivégzetteket ugye egy lovaskocsira dobálták föl, ugye a lábukra kötöttek dróttal egy fém cetlit, az volt az ő száma, és akkor nem mertek itt végigmenni, hanem egy kerülő úton vitték el oda hátra. Sokáig ez a terület nem volt látogatható, sőt tiltott volt, benőtték a fák, bokrok, és hogyha valaki abban az időszakban, mit tudom, október 23-a körül, vagy annak előtte, utána akart oda menni, nem engedték oda, sőt, lovas rendőrökkel a halmokat, mert hát nem voltak ezek sírok, nem volt ott megjelölve semmi, ezekkel ott széttúratták, széttapostatták. Ő az a fiú, akit 18. születésnapja után 10 nappal akasztottak föl. Tudjuk erről, hogy mi a helyzet.
film is készült róla. Most volt március 21-én a felakasztásának az évfordulója. A Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke éppen említést tett erről a kivégzési napról, illetve hát a Péterről, a Petiről. A jegyzőkönyv nekem ismert, le van írva, hogy hogyan történt egy kivégzés, ezt most nem mondom el, de annyiban különbözött a többiektől, annak ellenére, hogy fiatalkorú volt ugye már 10 nappal utána, hogy nem engedték, hogy a hóhér elcsavarja a fejét az utolsó pillanatokban, hogy bekövetkezzen a halál, hanem megvárták kín szenvedően, több időt töltött úgymond kötélen, mint mások, hogy szenvedjen is a fiú. Hát a Peti sajnos ennek lett az áldozata. Kérem szépen, sokféle megtorlás volt. Emléktábláink erről tanúskodnak, hogy kik voltak kivégezve. Ugye az 56-osok terén is van egy ilyen. Más helyen is van, ahol ezeket megemlítjük név szerint azt is, hogy mikor van, amikor nem. Egy esetet említenék meg, ami kérem szépen Halvaksz István nevéhez fűződik. Ő Pusztovámon lakott családjával, és az 56-os forradalom alatt úgy ítélték meg, hogy nagyon aktívan viselkedik. Nem végzett semmi olyan munkát, vagy semmi olyan dolgot, ami a lakosságnak, vagy mit tudom én, egy tanácselnöknek a megszüntetésére, vagy fölakasztására, vagy bármit. Szóval nem. Ennek ellenére a Halvaksz Istvánt letartóztatták, meghurcolták, elvitték internáló táborba, onnan hamarosan kiszabadították, a Móri rendőrkapitányságon őrizték, vallatták, és egy alkalmat adtak neki, egyik délután folytán nyitva hagyva a zárka ajtaját, hogy megszökjön. Ez egy csali volt, és a Halvaksz szépen észrevette ezt, hogy az őrök nincsenek a közelben, nyitva van az a lehetőség, hogy ő most lépjen meg. Tényleg meg is lépett, és szinte engedték, hogy ez megtörténjen. Elment, kérem szépen, a kertek alatt, meg mindenfelé, Pusztovámra, ahol a családja volt. És erre számítottak is, hogy hát hová fog menni nyilván a családjához. De most Pusztovámon már várták, és a szőlőbe, a pincék környezetébe, ahol sejtették, hogy na arra fog bemenni a faluba, és onnan fogja megközelíteni a családját, követték. És kérem szépen, a családjának a szomszéd portájára mentek be már a rendőrök, pontosabban a munkásőrök, akik arra vártak, hogy na éppen toppanjon be a Halvaksz István. Hát meg is történt, és abban a pillanatban rátámadtak, elfogták, és bevitték a tanácsházára, és ott elkezdték bántalmazni. Nagyon durva módon, és akkor ugye ez már a késő esti órákban volt, amikor váltás volt a bányába, és akkor a bányából kiszabaduló munkásőrök nek mondták, hogy itt van a Halvaksz, el van fogva. Hát, na és akkor, aki úgy gondolta, akkor odament, és mindenki ütött rajta, vert rajta. Lekötözték lánccal székre, és akkor úgy bántalmazták. Végül is már nem volt magánál, és akkor ott hagyták, és lefordult a székről, és tulajdonképpen a bántalmazás közepette meghalt. Ez 57. július 9-én volt. Nem az a fajta megtorlás, amikor bírósági ítélet, természetesen előtte rendőrségi kihallgatás, hanem egy másfajta kihallgatás, egy másfajta bántalmazás, de a vége az lett, hogy belehalt ebbe a sérülésbe. Ilyen és hasonló megtorlások voltak, nagyon sok helyen áldozatokkal járt, és nagyon sok bebörtönzéssel. Na most ez a bebörtönzés nagyon sokáig tartott, de aztán a nemzetközi ellenőrzés mégiscsak közbelépett. Ugyanis akik elhagyták az országot kényszerülve, azok felkeresték az ENSZ-et, és elmondták, hogy mi van. És sokan elmondták, és
ebből kifolyólag aztán sok tárgyalás volt az ENSZ-ben, és ebből lett aztán egy későbbi amnestia. Na most az amnestia az olyan, hogy hát kirótták, hogy lehet, de mégis maradtak olyanok, akik 12-13 évet kénytelnek voltak lehet, mert őket nem engedték ki. Aki halálra volt ítélve, és utána kegyelmet kapott, például a Wittner Mária, ő halálra ítélt volt, és kegyelmet kapott, és őt nem engedték. 13 év volt. Egy másik bajtársam akkor a megyei, a Győr-megyei elnök volt, ő is 12 évet, mert úgy ítélték meg, hogy veszélyes, és nem szabad kiengedni, és akkor sínylődjön ott sokáig. Egy dolog ehhez a könyvhöz kapcsolódóan, meg a másikhoz, ugye említettem a Zeher Jánost, aki kutató volt a mi megyei szervezetünkben, ő dunaújvárosi lakos volt, de kapott országos kutatási engedélyt, és ebből adódóan ő összeszedhetett olyan jegyzőkönyveket, amit aztán megírhatott. Megírta ezt, megírta a hadsereg szerepe a forradalomba. Ez egy megyei jellegű, az most nincs itt ezen a képen, de az is az ő munkája volt. Akkor volt még olyan, hogy Sztalinváros, ez külön csak a sztalinvárosi eseményeket írta le. Volt ott nagyon komoly összetűzés, és halálos eset is volt, amikor megtámadták a laktanyát, és akkor jöttek az oroszok, szóval. És ugye a Dunaújváros abban a közelségben volt, ami a Duna földvár felől, az Alföld felől vonultak az oroszok át. És ugye Dunaújvárost is elérték, ott komoly összetűzés volt. Nos, arra akartam rávilágítani, hogy a Zeher János, mint komoly kutatónk, és őneki köszönhető kiadványaink egy része, hát sajnos már meghalt a János, és Fejér megye díszpolgára elismerést kapott, és most nem régen értesültem, sajnos nem mondta, nem jelezték előre Dunaújvárosba, hogy őről elneveztek egy teret azon, ahol a környéke volt, és ugye ő egy ideig volt a Dunaújvárosi csoportunknak az elnöke, akkor ő volt az első, aki egy kopjafát állított egy bizonyos olyan forradalmi helyszínre, ami az ő időszakában meg a forradalom és szabadságharc alatt történt. Hát egy rövid összefoglaló áttekintő beszámolót, inkább ízelítőt az, hogy forradalom és szabadságharc, illetve annak a következményei, rövid következményei. Nagyon sok következménye volt ennek, sokan le is tudták írni mindezeket, megjelentek könyvekbe, megjelentek a városoknak külön a saját területükön, saját járásukban történő, nem csak amit itt említettem Fejér megyében, például a Mészáros Gyula bácsi Veszprém megyét dolgozta föl, több könyve jelent meg, például az Írci járásban történt eseményeket is felsorolta. Veszprémről az előbb említett Brusznai Árpád perét is és felszínre hozta. Tehát voltak bajtársaink között ilyen kutatók, akik felszínre hozták mindazokat, ahol valami komoly esemény. A könyvtáramnak egy része abból áll, hogy nem mind természetesen sajnos, hogy hol milyen események. Hát ebben benne van az is, ahol én akkor diák voltam, benne van más városoknak az eseménye is. Úgyhogy hát ezek tartoznak közvetlen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez azt követően is.